Jó reggelt kívánok mindenkinek ismét itt a Betűben. Héten velem utoljára találkoznak, viszont az biztos, hogy ennek örömére hatalmas nyereményeket kapnak tőlem. Ezeket a nyereményeket azoknak adom, akik meg tudják mondani, hogy milyen magyar ételeket ismerünk. És ugye tudják, hogy nem elég telefonálni, hanem el kell találni egy vonalnyitást ahhoz, hogy adásba kerülhessenek. A nyeremények 5 darab pontosan, az összes garantált, 300 ezer forint, ismerős lehet, tegnap hasonlóak voltak, 25 ezer, 15 ezer, 10 ezer és 5 ezer, sőt szerintem teljesen ugyanez volt egyébként a lista. Most is ugyanezt megnyerhetik, valószínűleg azért adtuk ki ugyanezt, mert nagyon-nagyon tetszett az összes összeg, nagyon örültek neki a nyertesek, hiszen mindet megnyerték különböző formában, de más kérdésért. Most azonban a kérdésünk, hogy magyaros ételek, jellegzetes magyar ételek, háziasszonyok vagy olyan urak, akik szeretnek főzni, sütni, ők kigondolhatják azonnal, talán pont azzal fognak nyerni, amelyik a kedvencük. De nem elég csak kitalálni, hanem telefonálni is kell. És éppen ezért a képernyő alján folyamatosan feltüntetjük és láthatják azt a telefonszámot, amit abban az esetben kell felhívni, hogy szeretnének játékba kerülni itt a TV2 betűbárjában. Nagyon nagy szerencsém volt ezen a héten, mert tegnap is és tegnap előtt is rengeteg nyertest köszönhettem itt, és remélem, hogy ebben nem fog eltérni a mai nap sem, sőt esetleg még egy picit tudjuk növelni ezt a sikert. Egy órát, egy villogó órát láthatnak mellettem itt ilyen lebegő villogó állapotban. Ő azt jelzi, hogy vonalnyitás lesz, és egyébként ez végig az adás ideje alatt jellemző. Ugyanis ez a véletlenszerű vonalnyitogatás ugye folyamatosan történik, de azt, hogy milyen időszakonként, ezt mi nem tudjuk meghatározni, vagy pontosan megmutatni, hiszen véletlenszerű, és a számítógép által történik. Ami önök által történhet, az az, hogy igyekszenek kitalálni valamilyen magyaros ételt, betelefonálni hozzánk és bekerülni ezzel, tehát ugye tudják, vonalnyitásnak itt érvényesülnie kell, majd pedig elmondani azt az ételt, és hogyha ezzel nyernek, akkor valamelyik összeget az ötös garantált nyeremények közül már is megkapták. Halló! Szia! Gyöngyi vagyok, Tardosról. Hello, Gyöngyi! Na? Töltött káposztára gondoltam. Azonnal nézzük, hogy töltött káposztára gondoltak-e? Én sem tudom a megfejtéseket, úgyhogy legalább olyan izgatottan várom. Töltött káposzta? Nincs. Nem, nincs. Köszönöm, okay. Gyöngyi! Szia, szia! Szia! Milyen magyaros ételeket ismerünk? Továbbá, töltött káposzta? Nem lesz jó, nincs a listán. Mi másokat találtunk ki? Egyébként Ádám kedvenc főszerkesztőnk, mint tudják, nagyon nagy szakács, és biztos vagyok benne, hogy az ötletek nagyrészt tőle származnak, vagy pedig legalább valamilyen szinten ő is beleszólt, hogy milyen ételeket, milyen szavakat írjunk be a garantált nyeremények mögé. Úgyhogy, ha majd segítségre van szükség, hozzáfordulunk. A hívás díja, beszéljünk egy picikét erről is, mert tudniuk kell, 300 forint, ezért, hogyha valaki úgy dönt, hogy ma 3 próbálkozása van, hogyha 3 hívásból sikerül adásba kerülni, akkor jó, hogyha nem, akkor mondjuk újra megpróbálja holnap, akkor tisztában kell vele lennie, hogy ez bizony 3-szor 300 forintot jelent, tehát annyiszor 300 forint, ahányszor telefonál nekünk. Na de mi van akkor, hogyha rögtön a legelső hívásra bekerült, játékossá vált, akkor lehet produkálni, lehet mondani a szót, és el lehet vinni a nyereményeket. Halló? Szia, Gabi vagyok. Hello, Gabi. Gulyás levesre gondoltam. Na nézzük, az a híres gulás. A magyarosnak magyaros, na? Igen. Én is várom. Hát, 5000 forintot ér. Köszi. Köszönöm én is, ne tedd le még a telefont. 5000 forintot ért tehát a gulyásleves. Mennyire híres, és csak így gulyásként is be tudjuk írni. Nagyon híres, mindenki ismeri, külföldön is, mint magyar specialitás, nagyon sokszor szerepel az étlapokon. Viszont ez az 5000 forintos szó volt. Mi az, ami 10000-et, 15000-et, 25000-et, vagy 300000 forintot ér? Kérdésem ez volt. Milyen magyaros ételeket ismerünk, ön pedig meg is válaszolhatja, hasonlóan Gabihoz például, aki az előbb került adásba. Neki is annyit kellett tenni, hogy felhív bennünket, és a legjobb pillanatban hív. Ezáltal teljesül az, hogy
ma lehet itt a Betűbárban. Szerinte a gulyás egy olyan magyar étel, amit nem lehet lehagyni erről a listáról, és ezzel egyetértünk, hiszen láthatták, hogy valóban 5000 forintot tudtunk adni érte. Ez egy garantált nyeremény, ami azt jelenti, hogy ha a szót kimondja élőadásban, akkor semmi más nem kell utána tennie, nincs még plusz néhány kérdés vagy hasonló, amit megszereztek még. Hűha, jó reggelt! Szia! Hello, kivel beszélek? Margittal! Margit, jó reggelt, köszöntelek! Mi szerinted egy jó megoldás? Halászlé! Halászlé, szerintem nagyon jó, de meg kell néznünk, hogy van-e a listán. Van bizony, Margit 15000 forintot már is nyerte. Örülsz neki? Jó, de jó! Köszönöm szépen a játékot, kérlek szépen, hogy még egy picikét tartsatok. Jó! Köszönöm. És akkor már is mondom önöknek, hogy ami maradt a listán, persze láthatják, de azért elmondom, hogy hát ha valaki közben kiment a másik szobába megfőzni a reggeli kávét vagy hasonlót, vagy éppen nekiállt az ebédre való előkészületeknek, és milyen magyaros ételt készít? Hát mi az a magyaros étel? Milyen magyaros ételeket ismerünk még? Például a halászlén és a gulyáslevesen kívül. Nagy kérdés, és akkor a pont, utána jönne az önök válasza, amivel lehet nyerni 10000 forintot, 25000 forintot, vagy 300000 forintot. Láthatják, hogy nem úgy működik a dolog, hogyha kimondja a következő szót, akkor a következő legkisebb nyereményt kapja meg, hiszen Margit a halászlével 15000 forintot nyert meg, ezért az is bőven elképzelhető, hogyha ön következő játékosként mond egy jó magyar ételt, ami szerepel a listán, akkor nem a 10 vagy a 25000 forintot viszi el, hanem lehet, hogy rögtön a 300000 forintot. Úgyhogy érdemes játszani velünk már most, szerintem ne várjon semmire. Kérdésünk az, hogy milyen magyaros ételeket ismer, milyen magyaros ételeket szeret. Ugye általában szeretjük a magyaros ízeket, na de mégis melyik az, amikre rá lehet mondani, hogy ez ilyen magyar specialitás. Olyan igazi? Találja ki, gondolja át, de utána, hogyha megvan az ötlet, akkor semmire ne várjon. Telefonáljon. Halló? Jó napot kívánok! Üdvözlöm! Én Mia vagyok, ön pedig? Tünde. Tünde, köszöntöm itt a Betűbárban. Kérnem szépen, hogy egy magyaros ételt, amire gondolt, áruljon el nekünk. Én a csirkepaprikásra gondoltam. Csirkepaprikás, azonnal nézem. Van egy csirkepaprikásunk. Sajnos a rossz hangot hallottam, ezt a számítógép adta ki, jelezve ezzel, hogy a listán nem szerepel a csirkepaprikás. Köszönöm azért, hogy játszott ma reggel velünk, szép napot kívánok. Viszont hallásra. Nem csirkepaprikás, de még három jó megfejtés van. Egyébként ugye Tündés kimondott egy szót, egy lehetséges megfejtést, és háromszoros esélye volt arra, hogy valamelyik összeg mögött szereplő szóval egyezzen az ő megoldása. Ez az esély továbbra is él, mert valóban még három nyereményünk van, három különböző szó, ezért, hogyha most telefonál, akkor sokkal nagyobb esélye van arra, hogy eltalálja még valamelyik megfejtésünket. Mert hogyha mondjuk már csak kettő van, vagy egy, akkor egyértelmű, hogy nincs ilyen találgatási rendszer, hogy ez a szó, nézzük meg, az A verzióval egyezik, nem B verzió, vagy C verzióval. Ha már csak egy szó van, akkor vagy sikerül, vagy nem. Most azonban még lehet válogatni. És az sem tiszta, ugye, hogy milyen szóért mekkora összeget kapunk. Csak az, hogy általában mekkora összegeink vannak, ez pedig a 10000, 25000, 300000 forint, és mindezért csak ételekről szeretnék hallani. Nem francia, nem magyar. Persze, hogy segíthetsz, már vártam is. Például az egyik megfejtésünk az egy olyan étel, én leginkább mondjuk nyáron a Balaton parton szoktam enni. Vagy a Velencei tópartján. Igen. Tipikus ilyen nyári tóparti étel. És rettentően hízlal. Nagyon hízlal? Rettentően hízlal. Különösen, hogyha a sajtos tejfölös verziót veszem belőle. Igen. Egyébként szerintem... Egy kis fokhagymával. Egy picit megecsetelni a fokhagymával, és akkor utána rá minden jó. Hát igen, azt hiszem, most elfogadnék egy jó nehéz reggeli étel lenne. De Adán nem úgy jellemezte önöknek, mint egy reggeli étel, sokkal inkább, mint egy nyárhoz kapcsolódó tóparti, Balatonparti, Velencei tóparti étel. Halló? Halló? Játékosunktól kérném szépen, hogy rökönyödjön meg, most segítettünk, mondhatja a megoldást. Mondhatná a megoldást? Ha nem szólal meg, akkor viszont rossz hírem van, le kell tennünk a telefont. Biztos, hogy ez az utolsó? Nem szólal?
Jó, akkor kérném szépen a kollégáktól, hogy bontsuk a vonalat, mert nehogy azt higgyék, hogy én ilyen mérhetetlenül agresszív vagyok, de sajnos ezt ilyenkor muszáj, hiszen muszáj játszanunk. És nem húzhatom azzal az időt, amikor sokan szeretnének ténylegesen játszani, hogy valakit hallgatok, aki pedig így meggondolta magát, vagy nem tudom. De aki most telefonált, ő kidobott az ablakon 300 forintot, ugye egy hívás díját. És nem tudom, hogy hányszor telefonált eleve, hogy bekerüljön. Önnek lehet, hogy egyszer elég telefonálni, vagy kétszer, vagy háromszor, és Ádám szólni kíván. Azt szerettem volna mondani, természetesen ezt az ételt például nem csak nyáron lehet enni. Hát az ilyen piacok környékén mindig van egy ilyen, ahol ezt lehet enni. Szerintem... Mégis leginkább legtöbben úgy nyáron szoktuk, a nyaralással kapcsolatban, hogy... Szerintem egyébként kapcsolódik az ilyen vásárokhoz is, a majálisokhoz, a kiállításokhoz, mármint az ilyen nagyobb típusukhoz, most majdnem kimondom a nevét, amit inkább nem. Szóval mellettem villog az óra, tudják jól, hogy jelzi, hogy vonalnyitás van, ha valami beugrott ezzel kapcsolatban. Akkor nagyon gyorsan kellene telefonálni, mert gondoljon bele, hogy megvolt a segítség. Sokan, akik szerettek volna játszani, de nem találtak semmilyen kapaszkodót, és ezért bátortalanok voltak. Ők most megkapták azt a löketet, hogy oké, most már csak telefonálni kell, mert tudják, hogy melyik ez az étel. Előzzön meg mindenkit, jó? Legyen ön a leggyorsabb, a legügyesebb, aki a telefonálgatásokkal a leggyorsabban tud adásba kerülni, és akkor már is mondhatja, hogy a melyik ez a csöppet sem kímélő étel, hát nem egy diétás, nem egy fogyókúrás darab, viszont amikor egy sajtos tejfölös ilyet kirendelünk, és utána ugye ilyen szép kerek, és elkezdjük haladni az egyik végén, és utána jutunk egyre beljebb, és fantasztikus élmények. Jó, eleve az ételekkel kapcsolatban ez előfordul, de ez biztos, hogy ennél is, ami lehet mondani, hogy magyar specialitás is, az biztos, hogy előfordul, nyáron sokan kötik ehhez, nyáron, tóparton egy ilyet esznek, tehát mondjuk otthon nem nagyon szoktunk készíteni. Halló? Szia, Zoli vagyok. Hello Zoli, jó reggel. Szerintem a lángos. Ó, igen. Ó, igen, és akkor mindjárt... Mutatom, 25 000 forintot nyertél is ezzel. Ó, nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm. Szereted egyébként? Igen, igen. Jó, és ne tedd le még a telefon, most a kollégáimmal még fogsz egy picit beszélni, jó? Köszi. Köszönöm is. Megyünk tovább. Lángos, a sajtos tejfölös. Nagyon jó ételekről beszélni kora reggel, én reggelig még nem jutottam túl, de most már inkább, egyre inkább érzem, hogy ez hamarosan megtörténik, legkésőbb adás után. 300 ezer forintért. Vajon milyen szót találtunk ki? Tehát, hogyha 25 ezer forintot ért a lángos, 15 ezeret a halászlé, 5 ezeret a gulyás, akkor melyik szó az, amiért 10 ezer forintot adunk, és melyik szó az, amiért 300 ezer forintot? Láthatja, hogy már most három nagyon boldog nyertesünk volt, akik nagyon örülhettek neki, hogy egyszerűen csak kitaláltak egy olyan ételt, amit jól ismernek, talán készítettek is, vagy csak nagyon szeretnek. És a TV2 betűbárjába, adásba játékba kerülve, ezzel nyerhettek. Valóban lehet így kezdeni egy napot, szerintem az átlagos felkelünk, reggelizünk, otthoni dolgok, takarítás, dolgozni megyünk hasonló, beszúrni ezek közé egy ilyen, és most nyerünk 25 ezer forintot a lángos szóval a betűbárban. Szerintem jó program. Hogyha egyet ért, és úgy érzi, hogy igen, jól hangzik, hát akkor nem csak jól hangzik, hanem valóban itt van a lehetőség, most kínáljuk, tehát nem fél órával később, mert akkor ez már nem létezik. Most lehet kihasználni az ott alkalmat. Halló? Jó reggelt! Halló? Jó reggelt! Kívánok! Jókai babujkujás! Jókai babujkujás! Sajnos nem jó a megfejtése, nincs a listán. Köszönöm! Én is köszönöm, viszont hallásra. Igen, Jókai bableves, mert volna, gondolom. Azt mondanám inkább, hogy Jókai bableves vagy babgulyás. Igen, igen, és a gulyás szó meg már egyébként szerepelt, viszont ugye Jókai tényleg kiadtuk most. Mi más lehet még, Ádám? Picikét még magadban tartod az információkat? Még nem segítenék, hát még van, ott van a nagy szavú 300 ezerért. A nagy szó, ne vajon melyik étel lehet az? Alapkérdésünk, mondom azoknak, akik most kapcsolódtak csak be az adásba, az, hogy milyen magyaros ételeket ismerünk. Ön milyen magyaros ételeket ismer? Melyeket szeret, melyeket készíti el néha a családjának? Gondoljon bele, és hogyha van egy olyan, amelyik nem szerepel itt, tehát nem látja, ugye mert azokat nem írtuk ki, amik még hátra vannak, és mondjuk Jókai bableves, ez már volt, ez nem jó, mondtak még egy-két rossz megfejtést, amit nem tudtam elfogadni. Halló?
Hello, jó napot kívánok, Gábor vagyok. Üdvözlöm, Gábor, mondja a megoldását. Paprikás krumpli. Paprikás krumpli. Nézzük. Van, 10 000 forintért. Köszönöm. Én is köszönöm szépen, hogy játszott. Nagyon szép napot kívánok, még ne tegyél a telefon. Megvolt ez is. Na, gondolom egyébként, hogy örülnek neki. Én nagyon sokszor azon gondolkozom, hogy nem mindenki árulja el így az érzelmét, vagy nem hallani a hangján, hogy most mennyire örül, hogy ennyi pénzt nyert. Szerintem ez utólag történik meg. Tehát egy picikét biztos, hogy mindenkiben van izgalom, hogy hú, sikerült bekerülni ugye adásba. Kimondjuk, jó, elfogadták, viszont valószínűleg amikor letették a telefont, akkor van az otthon, hogy nyertem 10 000, nyertem 1 000, 25 000, akármennyit. Valószínűleg, hogy ezt inkább így néhányan otthon rendezik le. De van, aki egyébként nagyon hangosan szokott neki örülni itt adásban is, és aki majd a 300 000 forintot nyeri meg, annak mondom, hogy ezt bátran tegye meg. Mert akkor mi is örülünk, hogy hallhatjuk azt, hogy jaj, de jó, sikerült valakinek örömet szerezni. Persze nem csak rajtunk múlik, hanem leginkább ökön, hiszen játszani kinek kell. Kinek kell telefonálni? Ugye, ugye? Halló? Túros Csusza. Jó reggelt, Túros Csusza. Pillanat, várom, hogy mit reagál a gép. Hát, nem ezt a reakciót vártam, mert ez sajnos elutasította a javaslatot. Köszönöm szépen, hogy játszott velünk, viszonthallásra. Túros Csusza. Nem, mi most nem írtuk fel a listára. Milyen egyéb magyaros ételeket ismer, mert az egyik közülük ma reggel a TV2 betűbárjában 300 000 forintot ér. A lángos, a halászlé, a paprikás krumpli és a gulyás, ezeket már jutalmaztuk. Mellettem egy óra jelzi azt, hogy hamarosan vonalnyitás lesz. Egyébként a mai nap folyamán dicséretet érdemelnek, mert nagyon jól kihasználták az órákat. Szerintem minden egyes óránál, amikor elkezdett villogni, röviddel ezután valaki bekerült adásba. Tehát sikerült megjegyezniük azt, hogy olyankor nagyobb esély van adásba kerülni és nyitott vonalat találni, amikor az óra jelzi nekünk ezt. Ezt továbbra is folytassuk így. Mi lehet a 300 000 forintos szó? Egy étel. Egy magyaros étel. 0-91-33-44-44 a telefonszámunk. Tudja, hogyha felírja ezt a telefonszámot, akkor ez önnek is pénzbe kerül, méghozzá 300 forintba, de pontosan az 1000-szeresét nyerheti meg, hogyha azzal az egy hívással már játékosom lesz, és a legjobb szót mondja. Mármint azt az egy szót, ami nekünk megmaradt válaszként. Ami nem lángos, nem halászlé, nem paprikás, krumpli és nem gulyás. Halló? Jó napot kívánok, Mária vagyok. Köszöntöm, Mária. Mi a megfejtése? Én a pörköltre gondoltam. Nézzük meg a pörköltet. Most mondták nekem egyébként, hogy volt már a pörkölt. Csirke paprikásként, és azt sem tudtuk elfogadni, úgyhogy azért most ez sem ment. Köszönöm azért, hogy játszott velünk. Viszonthallásra. 300 000 forintért kérnék szépen egy újabb szót. Én most segítenék egy kicsit. Igen? Az utolsó szavunk azért ugye a pörkölthöz, hát úgy állagában azért köze van. Hogyha valakinek azt mondom, hogy mondjon egy magyaros ételt, az igazi magyaros ételt, akkor azt fogja mondani, hogy gulyás, vagy fog mondani egy másikat. Most ez a másik a megfejtésünk. Hát mi az, amit minden magyar tud csinálni? Jó, én nem magyar tud csinálni, ez így szigorú, de úgy az egyik legmagyarosabb ételnek tartják. Érdekes egyébként, hogy ezzel a címmel nemrég volt egy rajzfilm is, miben pedig egy francia séf csinálta ugyanezt az ételt meg. Egy francia. Még egy másik verziója ennek, de a magyar verzió az nagyon magyar. Na. Innentől kezdve lehet gondolkozni, hogy valakinek ez segítség volt, egy rajzfilm, tényleg nemrég láthatták, biztos, hogy más nem bemutatójával találkoztak, ezzel a címmel indították el ez a cím ennek a rajzfilmnek, viszont minket az érdekelne, pontosan szó az bőven elég, ez egy nagyon-nagyon magyaros étel, és miért ne tennénk a listánkra ezt az ételt 300 000 forintért? Mert hogy megtettük, ugyanúgy, mint a gulyást is, paprikás krumpli, halászlé, lángos, és jöhet az utolsó. Hogyha valakinek eszébe jutott, akkor most azonnal tessék telefonálni, tudják jól, hogy ez a majdhogy nem szezánt árul, hiszen igazából a telefonálás nélkül lehetetlenség bekerülni, nem lehet SMS-t küldeni, egyéb módon sem tudnak kapcsolatba lépni velünk. Ugye ez a levélküldés hasonlók, ez egy kicsikét lassabb lenne, mint a most szükséges átmenet.
időzíteni kell tudni. Most felhívni bennünket és eltalálni a vonalnyitás pillanatát. Ez az, amire, hogyha én ezt így kimondom, sokan azt mondják, hogy ha, jó, szuper vagy, de mikor? Nem tudom. De nagyon sokaknak sikerül. Halló? Sikerül, aztán játszunk, hogy nem játszunk, mondanak megfejtést, vagy nem. Tehát ha csak belegondol abba, hogy 4 megfejtőnk volt, 4 nyertesünk. Ja. Igen. Szeretném bejelenteni, hogy megemeljük az utolsó szóért az ajánlott összegünket. 300 000 forint helyett... 500 000 forintot ér ez a szó. 500 000 forint ezért a szóért. Egy igazán magyaros étel. Mi lehet? Paprika, paradicsom, kolbász, ennyi. Ennyi? Csak így? Mi segítünk. Paprika, paradicsom, kolbász. És még? És még? Ebből is simán kitalálhatja. Lehet, hogy valakinek a rajzfilmes verzió segítség nem sokat mondott. Akkor mondok valamit, ami sokat van. Van olyan, két nagy táborra lehet osztani ennek az ételnek a rajongóit. Igen. Az egyik őjük ezt tojással szereti, a másik őjük pedig nem. Én például krinolinnal. Tessék? Mármint a tojástól eltérően én krinolinnal. Igen, te krinolinnal, így van. Nagyon sokan tojást ütnek bele, és úgy eszik meg. Mind a kettőt nagyon szeretem, fájdalmas is erről beszélni ilyen éhesen. Hogyha eszükbe jutott, hogy mi lehet ez, és megvan az a verzió, hogy tojással vagy anélkül mit szeretnek, nekem csak annyi kell, melyik ez az étel. És most már nem 300 000 forintért hirdetjük, hanem 500 000 forint, azaz félmilliós garantált nyeremény itt a mai betűbárban. A feladata csak az, hogyha már kitalálta a megfejtést, akkor ne folytsa magával ezt a tudást, hanem ossza meg velünk, és ossza meg mindenkivel, méghozzá egy nagy bekiabálással most a TV2 betűbár élő adásában. Ehhez, hogy ezt megtehesse, kell telefonálni 06933-4444-es telefonszámra kérni a jelentkezését, és ne ijedjen meg, nem lesz foglalt a vonal, ami azonban szükséges, hogy megvalósuljon, az az, hogy pontosan egy olyan pillanatot válasszon a telefonálásra, amikor a számítógép megnyitja a vonalat. Amilyen bonyolultan hangzik, annyira azért nem volt bonyolult a mai játékosoknak, mert attól függetlenül, hogy azt látja, hogy 4 megfejtés van, tehát 4 nyertesünk már volt, annak ellenére jóval több emberrel sikerült beszélnem. Hogyha nekik is sikerült adásba kerülni, akkor feltehetőleg önnek is fog, legalábbis, hogyha hisz benne, vagy pedig, hogyha kitartó, vagy ha szerencsés, sorolhatnám még akármeddig. A lényeg, hogy teljesüljön a dolog. Valósuljon meg. Mit kezdene 500 000 forinttal? Biztos vagyok benne, hogy rengeteg ötlete van. Ez nagyon jó dolog. És akkor most gondoljon bele, hogy ennek a gondolatmenetnek a végén, ennek a kis ábrándozásnak a végén, hogy mire költene 500 000 forintot, önnek fel kell ébredni, és azt kell mondani, hogy oké, akkor ezt most elhessegetjük, mert hogy nincs 500 000 forintunk. Ne tegye, maradjon ott, konkrétan, ez az árambuborék, ez gondolatbuborék, és vegyen egy telefont, mármint nem konkrétan, fogja meg a telefont, hívjon fel minket, és szerezze meg a pénzt. Itt van nálunk a pénz hozzá. Ahhoz, hogy megvalósítsa azokat a dolgokat, amelyeket 500 000 forintból venne, vagy csinálna, hogy utazna, hogy vásárolna, hogy befizetne ilyen-olyan dolgokat, elmaradásokat, stb. Egyenlítene, amit csak szeretne, amit kifejezetten ön szeretne. Hogyha tetszik az ötlet, hogyha megvannak a gondolatok, hogyha azt nagyon-nagyon jól jönne a pénz, akkor itt a lehetőség. Tegnap is elvittek, nem is 500 000-et, picivel többet, de ugyanúgy megnyerték tőlünk. Szerinted adjak betűt? Igen. Létezik, hogy nem tudják? Betű nélkül mindig olyan bátortalanok. Ja. Nézzék meg, mert Ádám most kegyes lesz, és ad betűt, csak azért, hogy... Ez nem olyan nagy kegyesség, hát azt szeretném, hogy minél előbb fejtsék meg. Tehát az a lényeg, hogy még inkább szeretné elősegíteni azt, hogy mi hamarabb legyen egy játékosunk, aki mondja a megfejtést, és megnyeri a pénzt. Éppen ezért ad nekünk egy betűt, egyébként azért mondtam, hogy kegyesen, mert néha ugye hiába kérek én tőle segítségét, betűt, akármit.
Nem, még nem. Majd csak egyszer, amikor ő úgy dönt. Most viszont ő döntött úgy, hogy ad betűt, akkor figyeljünk hát, milyen betűket kapunk meg Alentől. L és O betű, és maradt három darab betű, amely hiányzik. Három darab betű. Darabja 100, az 300 ezer forintos nyereménynél, hogy halló? 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 Adam, vagy én nem hallom, vagy nem tudom, hogy mi van. Halló? Játékosunktól búcsúzunk. 3-2-1. Ezt igazán sajnálom, tehát nem csak azt... Szép lassan a műsorunk végéhez érünk, úgyhogy nem kellene lecsapkodni a telefonokat, vagy legalább bele kéne szólni. És a másik dolog az az, hogy nem csak a 300 forintot számolom ilyenkor, azt a 300 forintot, amiben újra a telefonálás került, hanem azt is, hogy ott volt konkrétan a lehetőség előtt, hogy 500 ezer forintot megszerezzen ezzel a szóval, aminek ráadásul már két betűjét meg is adtuk. Egy nagyon magyaros étel, biztos, hogy mindenki ismeri. Van, aki tojással, van, aki anélkül. Találják ki, mert szerintem az órák közül ez talán az utolsó. Lehet, hogy még tudunk adni, de én sokkal jobban örülnék neki, hogyha egyszerűen most ennél a villogó óránál valaki eltalálná a nyitást. Hogyha megvan, hogyha akkor telefonál, akkor létrejön a kapcsolat, adásba kerül, játszhat, mondhatja a szót, viheti a pénzt. Ezen vagyunk mi is, ezért adtunk betűket, ezért mondunk el mindenféle információt, amit csak tudni lehet. Szerintem nagyon-nagyon sokan kedvelik ezt az ételt, nagyon sokan szeretik. Hát annak is megindult a nyáltalán, és rögtön, hogy erről beszéltünk, tojásra vagy anélkül, neki mindegy. De nekem is, mert nekem csak a szó kell. És utána kész, odaítélhettem, hogy gratulálok, és a 500 000 forint az öné. Lehetne így is, de ahhoz kell, az játszon. 0913344444, ez a telefonszámunk, és ne mondja nekem azt, hogy nem elég a pénz, mert pontosan 200 ezer forinttal emeltük az eredeti összeget. 4 nyertes 5000-et, 10000-et, 15000-et, 25000 forintot vittek el tőlünk. De valaki a sokszorosát kapja. Egy valaki, aki valóban a mai napon ennyi pénzt fog nyerni a betűvel segítségével. De a mi segítségünk, higgyel, hogy csak annyiban áll. Megmutatjuk a szót, kínáljuk a lehetőséget, és ezzel a lehetőséggel élni kell. Az fog nyerni, aki ezt felismeri, belátja és tesz érte, hogy ő legyen a nyertes. Tegnap is megvolt, tegnap előtt is. Sok-sok nyertesünk. És még holnap is lesz, hiszen holnap is játszhatnak a betűbárban Mátéval. A hét utolsó napján, mármint az hét utolsó hétköznapján, amikor lehet betűbárt játszani. De most még itt van az a pont, hogy figyelhet minket, nézheti a TV2-t, van ideje arra esetleg, hogy játszon, tudja a szót mondjuk, vagy nagyon-nagyon-nagyon szimpatikus az a 500 000 forint. Úgyhogy ezek teljesültek. És még van egy mobiltelefon, egy fedetékes telefon a közelében. Akkor keressük meg azt a telefont, vegyük magunkhoz, és kezdjünk el eszevezetül tárcsázni. Hát ezen múlik a dolog. Hogyha elkeseredett, mert hívott minket egyszer, és nem került adásba, mert nem volt nyitva a vonal, akkor feladja? Az is lehet, hogy pont a másodszori hívásánál történne meg a úgymond csoda, amit ön csodának hisz, de nagyon sokan, mint láthatja, már nem, hanem egyszerűen csak sikerként fognak fel. De hogyha az elsőnél azt mondja, oké, nem többet, akkor jó, nincs lehetőség. Viszont lehet azt mondani, hogy növeljük már az esélyeket. Nem egyszer telefonálok, hogy vagy igen, vagy nem, hanem adjunk még esélyt a dolognak, legyen 2 hívás, vagy 3 hívás, esetleg 4. Lehet, hogy ezt a 4x3x300 forintot én valóban befektetem a játékba. De mennyit nyerhetek? Ha minden klappal is sikerül a dolog, akkor 500 ezer forint üti a markomat, ott lesz a számláján, ott lesz a kezében, mindegy, hogy képzelje, de szép 20 ezesekben is számolgatja. Vagy csak azt képzelje el, hogy neki indul a kedvenc boltjának, és mindent felvásárol, amit csak megkíván. Bármit el lehet képzelni, de az biztos, hogy ezt most itt nem kell elképzelni, mert mi mutatjuk, és ez a valóság. És
teljesen valós az is, hogy ezt a 500 000 forintot egyetlen egy szóval, sőt annak a szónak már 3 betűjével, hiszen ennyi a kérdés, meg lehet kaparintani. Valaki 500 000 forinttal fog úgy gazdagodni, hogy igazából 3 betűt kérnénk szépen tőle. Ennyi már, tudja, hogy egy magyar ételt keresünk, láthatja, hogy melyek azok, amelyeket már megfejtettek, láthatja, hogy L betűvel kezdődik, hogy hosszú O a vége. Sokáig beszéltünk erről az ételről, úgyhogy most már szerintem abban nem lehet kérdés. Az nem lehet kérdéses. Amikor megvolt a segítség, például ugye a lángosnál segítettünk, akkor is nagyon hamar kitalálták. Ott nem is segítettünk annyit, csak azt mondtuk el, hogy mivel lehet enni, hogy sajtos tejfölös is általában hol fordul elő. És rögtön tudta, a következő játékos azonnal meg tudta mondani. Ezért gondolom én azt, hogy most már nem lehet probléma magával a megoldással, hanem valami más, máshol valami. Mondjuk például abban, hogy esetleg túl kevesen tartózkodnak otthon a mai napon. Akik megengedhetik maguknak, hogy most foglalkozzanak azzal, hogy egy picit telefonálnak. Akkor használja ki ezt a lehetőséget, mert hogyha belegondol, akkor ez is csak önnek jó. Egy szűkebb kör fog ráhajtani erre a pénzre. Nagyobb esély, hogy abból a szűkebb körből ön kerül ki győztesként. Azt szeretne győzni, feltéve, ha próbálja, ha igyekszik. Hogy ezt hogyan tudja a legjobban mutatni, bizonyítani, nem is nekem kell egyébként, azzal, hogyha hív minket. Valaki nagyon hamar adásba fog kerülni, és kíváncsi vagyok, hogy ki lesz az, aki ezzel a magyar étellel elvisz 500 000 forintot. 500 000-et. Ez így mind az övé lesz kereken. Egy szóért cserébe, hogyha valaki esetleg most bekapcsolódott, és még soha az életében nem látott betűbárjátékot, és azt mondja, hogy nehogy már ezért a szóért 500 000 forint, akkor hogy legyen egy javaslatom? Nem hiszi el. Várja ki azt, ahogy egy játékos megnyeri a pénzt, hallgassa végig. Nézze végig. És utána holnap ismét játszom velünk. És próbálja meg, mert aki végignéz egy betűbár adást, ő látni fogja azt, hogy mennyi nyertes, mennyire örülnek, milyen szavakkal nyertek, hiszen ez neki is menne. És biztos, hogy meg fogja próbálni, nagyon jól teszi, mert így belőle is lehet betűbár nyertes. Akár egy 500 000 forintos garantált nyereménynek az új tulajdonosa. Mert hogy új tulajdonost keresünk ennek a 500 000 forintnak. Ki az, aki innentől kezdve gyámként őrködne felette? Halló? Halló? A jelentkezőnk? Meg volt a jelentkezőnk, az új tulajdonos. Lehetett volna? Most már nem lehet az. Ádám, mennyi időnk van még? Van még időnk órára, nagyon jó. Figyeljen, eddig is mit kértem? Azt, hogy amikor letelik az idő az órában, amikor az óra elkezd pirosan villogni, akkor rajta, akkor érezze úgy, mintha kimondták volna a start, mintha egy futóversenyen eldördült volna az indítólövés, és érezze úgy, hogy akkor azonnal, ugye most, és megold a hangjelzés is, el kell kezdeni hívogatni minket, telefonálni, mert ez lesz a nyitja annak, hogy ön ma 500 000 forint tulajdonosa lesz-e, vagy sem. Az előző játékos letett róla, azt mondta, hogy köszönöm. Közben egyébként, most azonnal nekem 10-től vissza kell számolnom, mert jelezték nekem, hogy elfogyott az idő. Tehát, hogy vége az adásnak mindjárt, tehát légy szíves, húzunk bele. Remek. Figyeljenek, 10-től visszaszámolok, kérésem az, hogy nullánál mindenki fogjon össze és kezdjen el hívogatni át a koncentrált adás. Koncentrált hívásokból összejön az, hogy valakinek sikerül eltalálni a vonalnyitást. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Most ez a bizonyos lövés, ami jelzi a startot, akkor most dördült el. Valójában az előző órától most eltekintünk, úgyhogy mindenképpen kérnénk szépen, hogy telefonáljon az, aki tudja, hogy melyik lehet ez az étel. Ádám, mit szólnál hozzá, hogyha adnánk még betűt, nem gulyás, paprikás, nem adnék több lágos betűt, hát akinek van magyarja, azt voltam. Nem hiszem el, hogy nem evett ilyet. Mit mondtam rosszul?
neked nem nagymamát csinált ilyet, ugye? Magad megcsináltál ilyet. Na, beszéljünk a szóról. 06-933-44-44 ez a telefonszámunk, és ide kellene hívni, vagy ide kellene telefonálni, akkor már nincs össze-vissza beszélek. Rég nem nekem kellene beszélnem, hanem például önöknek, a játékosomnak, aki elviszi a 500 000 forintot. Lassan kicsúszunk az időből, ez az adás legeslegvége. L betűvel kezdődik, hosszú O betűre végződik. Paprika, paradicsom. Van, aki tojással, van, aki anélkül, van, aki krinolinnal, van, aki nem. Találjuk ki, hogy mi lehet ez. Nem tudok róla többet mondani, nem is szeretnék segíteni. Majd, hogyha Ádám úgy dönt, hogy ad betűt, vagy pedig elmond róla néhány plusz érdekes dolgot, ami még valahogy könnyíteni a helyzetet. Tudod, számolj vissza még egyszer 10-től. Én pedig csak visszaszámolok. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Megvan a harmadik betű. Megkapták. Már csak 2 betűt szeretnénk tudni, viszont tudják, hogy van ott egy C betű, ami talán egy C betű első része lehetne, mondom én idézőjelben, persze ilyesmiket nem segítünk. Találjuk ki, egy nagyon magyaros ételről van szó. L, C és O betűk. Nemrég ment a mozikban egy nagyon-nagyon aranyos kis rajzfilm, amelynek ez volt a címe, amiben egy francia szakács egy kis patkány készített ebből olyan fantasztikusat, hogy a legkeményebb kritikus is megnyalta a 10 ujját utána. Hip-hop, most jönne az a rész, hogy hallom itt a telefon csörgést, és azt mondom, hogy halló, halló, és akkor itt a játékosunk, kivel beszélek, és elviszi a pénzt. 500 000 forintért tényleg nem szeretnék kitalálni ezt, vagy nem tudják kitalálni. Tehát ilyenkor én annyira örülnék neki egyébként, hogyha nem tudom, valamilyen vonalon venném azokat a rezgéseket, vagy fogalmam sincs valahogy azokat a véleményeket, amik a túloldalon vannak, amiket önök gondolnak, hogy halljam már, hogy mi a baj, hogy túl bonyolult, és akkor valahogy érezném, hogy bonyolult, igen, betűt kérnek, vagy segítséget, vagy mire lenne szükség. Nagyon szívesen segítenék, de ennél többet nem tudok, nem is akarok. És mivel nem tudom, hogy hol van a probléma, ezért úgy veszem, hogy a legtermészetesebb, hogy kitalálták már a megfejtést, és innentől kezdve már csak azt várjuk, hogy azok telefonáljanak, akik ezzel 500 000 forintot szeretnének nyerni. Ez a nyeremény ma valóban egy új tulajdonosai lesz. A mai utolsó betűvel nyertesünké 500 000, ott láthatják alul, de ilyen formában is, mondjuk ha a bankszámlánkat nézik, vagy pedig egy ilyen nagy kötek 20 000-es formájában is, el lehet ezt képzelni. És hogyha megvan, akkor gondoljon rá, hogy ez az, amit én itt kínálok, konkrétan tálcán kínálom, de ezért a tálcáért múlni kell, el kell róla venni a pénzt. Hát nyújtsa a kezét, nyújtsa a kezét a telefon. 06-933-44-44, ez a számunk, ezen keresztül nyertek ma már 4-en, ezen keresztül fogom igen. Utolsó vonalnyitás, fél perc múlva, pillanatokon belül be kéne fejeznünk. Ezen keresztül fogom igen megtalálni az utolsó játékost, és Ádám visszaszámol, mert hogy ez nem 10-től, 20 másodperc múlva nyílik hanem utoljára a vonal. Tényleges utolsó vonalnyitást mutat önöknek. Úgyhogy figyeljenek rá, mert ez nagy segítség, hiszen most már nagyon szeretném megtalálni. A játékosunkat 10 másodperc múlva, illetve most már kevesebb, utoljára megnyílik a vonal. 5, 4, 3, 2, 1. 06-933-44-44, milyen magyaros ételeket ismerünk? Ez a kérdés, önnek csak az a feladata, hogy kitalálja, majd utána telefonáljon. De ne felejts el, hogy csak a legszerencsésebbek kerülnek a műsorba, mert a vonalnyitást kell eltalálniuk, ugyanabban a pillanatban kell telefonálni. Amikor a számítógép megnyitja a vonalat, 500 000 forintot adunk egyetlen egy magyaros ételért, egy nagyon-nagyon magyaros ételért. És ennyi. A hívásdíja 300 forint, ennek a sokszorosát fogjuk, csak a kezdetben mondtuk azt, hogy az ezerszeresét, tehát úgy kezdődött, hogy 300 000 forintot adunk, de innentől kezdve már 500 000 forint, sőt jó ideje már 500 000 forint az, amit tudunk adni ezért a szóért. Tehát kérdésem a következő, tudja valaki, hogy mi a megfejtés?
Hogyha igen, akkor nagyon gyorsan telefonáljon, mert akkor mindenki mást megelőz, ügyes lesz, jól időzít, és utána leteszi a telefont, és állaton is azt mondja, hogy nyertem 500 000 forintot. Nyertem 500 000 forintot. Á, és felhívja a szeretteit. Anyu, nyertem 500 000 forintot. Vagy valami hasonló. Így tudom elképzelni, én nem minden nyertem betűbára 500 000 forintot, nincs is meg rá a lehetőségem, nem baj, viszont én oda ítélhetem, oda adhatom néhány nagyon kedves játékosnak ezt az összeget, mint például annak a valakinek, aki ma ezt az 500 000 forintot fogja megkaparintani, ez lesz a jutalma azért, mert kitartó volt, mert nem mondta azt, hogy na, jó, akkor elég volt, nem is nézzük tovább, nem hagyta abba a telefonást, itt a játékos. Halló? 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 Jó reggelt! Kivel beszélek? Szabolcs vagyok. Szabolcs, üdvözlöm, milyen szóra gondoltunk? Lecsó. Olé, igen! 500 000 forintot nyert most ezzel a szóval, mint a lecsóval. Köszönöm szépen a játékot, és köszönöm mindenkinek a figyelmet. Holnap Máté várja önöket, én pedig kívánok szép napot.